Sziasztok, PC Gurulát nézőink! Nemrégiben volt szerencsém bepillantani a Counter-Strike Global Offensive című program bétájába. Vizon volt ez a szerencsés, aki megkapta a bétakódot, úgyhogy ő nagy rajongója és a sorozatnak ki is próbálta. Gyorsan csapjunk is a közepébe, mesélj nekünk. Pontosan mi is ez a Global Offensive? A Global Offensive lényegében Counter-Strike egy új változata, hiszen nem egy teljesen új játékról van szó, sokkal inkább az előző felrázásáról, frissítéséről. Ennek megfelelően maga a játékmenet cseppet sem változott, továbbra is egy csapatalapú shooterről beszélhetünk, amely klasszikus játékmódokkal, klasszikus térképekkel és persze egy-két újdonsággal visz új szint a mára már kissé talán megöregedett Counter-Strike-ba. A motor ugyanaz, a látványvilág viszont sokkal szebb, a Source-hoz képest ez egy érezhetően szebb játék, azonban még így se állítható párba napjaink legszebb és leglátványosabb shootereivel. A Counter-Strike-ot nem is ezért, hanem a játékmenetért szeretjük, ami pedig egy dekányit sem változott. Ez továbbra is egy igazán színvonalas, igazán kidolgozott és maximálisan finom hangolt shooter, ahol tényleg a reflexek és a megfontolt döntések hozzák nagyon sikert. Mit tartalmaz a béta? Milyen térképek, milyen játékmódok? A béta meglehetősen gazdag, hiszen több játékmódot is tartalmaz, nem csak a klasszikusokat, de az eredetileg modként megjelent gun game-et is, ahol a cél az ellenfelek lelövése, és ezáltal az egyre jobb fegyverek megszerzése. A Valve ehhez legalább fél tucatnyi pályát adott. A béta ezért mindenképpen remek képet nyújt arról, mire is számíthatunk a teljes verzió megvásárlásakor. És ez mikorra tehető? A Global Offensive augusztus végén jelenik meg, meglehetősen barátságos, alig $15 áron, így mindenképpen érdemes megfontani a vételét nem csak a rajongóknak, de azoknak is, akik esetleg már belefásultak napjaink shootereibe, hogy nem bírják ki az őszi újdonságokig.